Elenkáz, tovább élsz. Tapafüzet. Második kiadásaim máron megjelent. Azt szeretnénk elérni, hogy az apák már a születéstől, sőt adott esetben már a születés előtt próbáljanak egy kicsit nagyobb részt venni a nevelésben. Azt is fontos tudni, hogy az apának apaként kell foglalkozni, és nem anyaként kell foglalkozni a kisgyerekkel. Minden kutatás azt mutatja, hogy azok az apák, akik jó viszonyban vannak a gyermekeikkel, tovább élnek. Ennek nagyon komoly egészségvédő szerepe van. Innen született az a jelszó, hogy pelenkáz, tovább élsz. A nő fontossága a társadalomban nagyon különleges fontossága is, nagyon különleges helyet tölt be. A Pure egy olyan kamaszlányoknak szóló program, amely keresztény erkölcsi alapokon nyugszik. Megtartó közösséget szeretnénk a lányoknak nyújtani, hogy felfedezhessék női hivatások szépségét. Hét gyermek édesanyjaként, de már másfél kis unoka nagymamájaként is felelősen nézek a jövő elében, és szeretném, hogyha folytatni tudnánk a családpolitikai intézkedéseket. Egy egyetemi végzettségű kezdőtanár fizetése 196.442 forintról 175.494 forintra nőtt. Tehát egy egyetemi végzettségű kezdő tanári fizetése 169.442 forintról 175.494 forintra nőtt. A nők és férfiak egyenjogúak, valamint Magyarország külön intézkedéssel védi, és ez nagyon fontos, hogy külön intézkedéssel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket, és a fogyatékossággal élőket. Nem kell ezért akár egy civil szervezetnek az erőszakos nőpolitikáját követni, hanem a társadalomnak a teljes természetes alapjait kell erősíteni. Most nem tudom, hogy ő arra gondolta, hogy a civil női kormány megalakult. Ön hallotta a civil női kormányról, és mit gondol róluk? Megmondom őszintén, hogy nem hallottam még a civil női kormányról. Én úgy érzem, hogy... Tehát a Fidesz politikájának az a lényege, hogy minél több választási lehetőség álljon a nők előtt. Ne erőltessék rájuk, hogy most mindenféle kóta alapján ők nekik mindenképpen meg kell jelennie. Nem kell ezért akár egy civil szervezetnek az erőszakos nőpolitikáját követni. A sajtótájékoztató végén szerettem volna megkérdezni az államtitkárt, hogy mit értett pontosan civil szervezet erőszakos nőpolitikáján, de amikor megtudta, hogy ez lenne a kérdés, korábbi ígérete ellenére mégsem kívánt nyilatkozni. Egyik kommunikációs munkatársa szerint a közelgő nőnap miatt nem akartak semmilyen konfliktusos helyzetet. Megtenné, hogy válaszol a kérdésemre? De... Remélhetőleg, hogy valóban az a tisztelet, ami a nőknek, édesanyáknak, leányoknak, és mindenkinek, aki a úgymond gyengébb nemhez tartozik, ami persze nem igaz, jár, és nem csak hogy jár, hanem természetes, azt közösen meg tudjuk adni.